bizonyára azt várták, hogy e porondon a velszi herceg áll majd önök előtt. A keserédes dráma Bagó Bertalan rendezésében egy rendhagyó barátság történetét tárja elénk, mint egy megerősítve a tolerancia és a blokkok feloldásának fontosságát. A nyitó jelenetben 6. György Wembley-ben tartott beszédének lehetünk szemtanúi. A Kovács Tamás által megformált Dadogó királyi sarj arcán őszinte gyötrelem ül, mielőtt fellép a pódiumra. Tudja, hogy nincs esélye, hogy egy összeszedett beszédet mondjon nemzetének. Valahogy benne van a levegőben. Megváltoznak azok a hatalmi pozíciók, amik korábban voltak. Ugye az első világháború után vagyunk, kialakul a szovjet birodalom. Sztálin, ott van Hitler, és bennem az egész Európában, hogy leváltják, hogy elzavarják a királyokat. Ne legyen ez. És tulajdonképpen mégis van egy erőteljes angol hierarchia, ami szerint mégiscsak próbálják továbbvinni ezt az alkotmányos monarchiát. És tényleg olyan ez a darab, mint hogy ezt kitaláltak volna Hollywoodban, holott ez igaz történet. Soha ilyen személyes képet nem rajzoltak még a monarchiáról, annak legmélyebb válsága idején, egy ausztrál közember szemszögéből nézve, aki büszke volt rá, hogy szolgálhatja és megmentheti királyát. Lionel Lodge és 6. György nem mindennapi kapcsolatának izgalmas történetét, vagyis azt, hogyan mentette meg egy ember a brit monarchiát, Lodge unokája írta meg nagyapja naplójegyzetei és archív dokumentumok alapján. Hihetetlen nagy dolog egy ilyen nagyon nehéz színdarabban, egy nagyon nehéz párosban, hogy is mondjam, úgy általában jónak lenni, nagyon meg kell küzdeni azért, hogy az ember jó legyen. De nekem az a kivételes boldogság adatik meg most, hogy egy ilyen nagyon fiatal kollégával vagyok én ebben a kettősben, a Kovács Tomival, akivel azt kell, hogy mondjam, mint hogyha világéletünkben egy tálból cseresznyéztünk volna. A király beszéde megdöbbentő és mélységesen emberi bepillantást enged egy zárt világba, amikor is York hercege 6. György angol királyként vonul be a II. Világháború küszöbén a világtörténelembe, miután bátyja 8. Edward beleszeretett az amerikai Mrs. Simpsonba és lemondott a trónról. Azt gondolom, hogy a főpróba hét elejétől éreztem magam felszabadultnak. Az az igazság, hogy ez önmagában a dadogás az egy hatalmas koncentrációt igényel. És nagyon sokszor volt olyan, hogy Berci a rendezőnk felszólt, hogy tudod, itt dadogni kell, itt jobban kell, itt. És ez egy plusz koncentrációt és energiát igényel. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy egy idő után már ez tud automatikus lenni, tehát hogy ne ez legyen a fókuszban, hanem inkább a szándékok. Szóval ez egy nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon szép feladat, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt a szerepet eljátszhatom. A darabban rádöbbenhetünk, hogy a csupa nagybetűs történelmi események, a II. Világháború, a brit trón öröklése csupán apropók két ember mély barátságának kibontakozásához. A nézők figyelmét semmi sem tudja elvonni, hiszen tökéletesen sikerül megkomponálni az alkotást, láthatjuk a történelmet, a drámát és a humort is, miközben a rendező a szereplők lelkében zajló folyamatokra, elfolytások feltárására helyezi a hangsúlyt. Isten segítségével miénk lesz a győzelem.